Nyílt napot tartottak a Miskolci Rendvédelmi Technikumban. A továbbtanulás előtt álló diákok megismerhették az intézmény képzéseit, emellett elméleti és gyakorlati bemutatókat is láthattak. A rendőrség olyan elhivatott fiatalokat keres, akik a rendőri szolgálatot hivatásuknak választanák, a lehetőség Miskolcon is adott. Utasítást kapnak valamely helyszínen való megjelenésre, illetve szituációnak a végrehajtására. Az iskola megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt, akik bepillanthattak az intézmény életébe, a rendőrképzés helyszíneibe, módszereibe és a felvételi eljárás részleteibe. Szeretnénk megmutatni magunkat, szeretnénk megmutatni azt a képzést, amit a tanintézetünkben végzünk, és szeretnénk megmutatni a rendőrségnek a különböző szakterületeit az állampolgárok számára, hogy hol mit csinál a rendőrség, és hova milyen feltételekkel lehet jelentkezni. A Miskolci Rendvédelmi Technikum egész napos programot kínált azoknak a fiataloknak, akik a rendőrpályán képzelik el jövőjüket. Van, akit a kíváncsiság hozott el a nyílt napra, van, aki pedig családi indítatásból érdeklődik a rendőri munka iránt. Nekem a családban apukám rendőrként dolgozik, és általa érdeklődöm a szakma iránt. A korábbi évekhez hasonlóan idén is sokan voltak lányok az érdeklődők között. A nők számára egyre vonzóbbá válik a rendőri hivatás. Taktikai mellény, fegyverek és különböző rendőrségi felszerelések. A TEK egységénél használt speciális eszközök is megtekinthetőek voltak a nyílt napon. A törvény nevében meg fogom bilincselni, megértetted? A fiatalok olyan éles szituációkat is láthattak, amelyet egy rendőrnek tudnia kell kezelni. Egy olyan szórakozó hely, szimulációs helyszínen vagyunk, ahol a tanulóinkat képezzük, miközben rendőrré válnak a tanulóink, a közben különböző gyakorlati feladatokat is végrehajtanak, és ezek a gyakorlati feladatok részben labor körülmények között zajlanak, hogy mindenféle fajta külső tényezőtől függetlenül előállítsunk olyan helyzeteket, ami helyzetek nagyjából a rendőrökre várhatnak a közterületen is, felkészítsük a tanulóinkat arra, hogy az adott helyszínen, az adott szituációban mit kell tenniük, hogyan kell viselkedniük. Miskolcról és a megyéből is sok diák érkezett az iskola nyílt napjára. Nagykátáról jöttem, és érdekel ez a szakma, igazából nem irodában ül is, úgyhogy nekem ez a fő, és még jót is teltek vele. A rendőrség olyan fiatalokat keres, akik a rendőri szolgálatot hivatásuknak választanák. A Rendvédelmi Technikum ezért januárban még újabb nyílt napot szervez a leendő tanulói számára.